Ma van a lemezlovasok világnapja, ebből az alkalomból pedig vendégünk Peter Scharf. Köszönjük szépen, hogy eljöttél hozzánk. Én köszönöm, hogy itt lehettem. Szervusztok, jó estét! Azt tegyük hozzá, hogy úgy jöttett létre ez a beszélgetés, hogy ezt most rögzítettük, hiszen te a Petőfi Rádió esti mix műsorában mindig ott vagy. És hát én szoktam is hallgatni hazafele ezt a műsort, szerintem most is tetszik? Megteszem. Egyébként jó, van amikor hangulat kell hozzá. Mertél volna más mondani. Igen, persze, nem egyébként nagyon. Nem, a hangulatba kell kerülni minden zenéhez, és hogyha megvan az a frekvencia, akkor nagyon bejön. Igen, egyébként minden nap, szinte minden nap más stílusokat játszom, úgyhogy azt gondolom, hogy tök változatos program. Térjünk rá a DJ karrierre abból a szempontból, hogy 17 évesen kezdted el, nagyon fiatalon. De minek a hatására? Szerintem ez tök átlagos egyébként. Ez átlagos a DJ között, igen, hogy ilyen fiatalon kezdik? Igen, hogy így a kollégákkal én beszélgettem annak idején, úgy mindenki, aki így idézőjebben vitte valamire, azért hogy 16-17 évesen kezdte el ezt az egészet. Mondjuk nálam egy kicsit korábban indult, mert ugye én zongoráztam 7 éves koromtól, édesapám zenész volt szintén, úgyhogy úgy indultam egészen korán, 2-3 évesen már így hallgattam jazz, Dixielandet, ilyesmit, és beiratkoztam, illetve beirattak egy zeneiskolába, általános iskolába, és hát ott elkezdtem zongorázni egy évre rá, és tökmet sikereim voltak, és nagyon szerettem csinálni, nyilván az is inspirált, hogy sikeres vagyok. Te milyen alkat vagy egyébként, aki kedvel nosztalgiázni, vagy aki elutasítja ezt, mert óhatatlan, én mindig azt mondom, hogy szörnyű dolog ez a nosztalgiázás, van egyfajta ilyen rossz áporodott íze a dolognak. Attól függ, hogy miben nosztalgiázni. Na, de miben nosztalgiázni? Én zenében nem szeretek nosztalgiázni, mondjuk időm sincsen rá, tehát nem azt mondom, hogy ha meghallok valahol egy Gazebo I Like Chopin, tehát ezt ugye ez egy réges-régi nagyon nagy sláger volt, talán 82-es, 83-as, hogy így, az nagyon jó meghallani, de én nem szeretek például retrobulikat csinálni, egyáltalán nem. Kifejezetten figyelem azt, hogy mik az új trendek, és én ezt például a rádióműsorban játszom is folyamatosan, tehát nincs visszatekintés, hogyha ha én választhatnék, akkor mindenhol mindig új zenék mennének. Hogyan kezdte amúgy annak idején? Milyen technikák voltak? Mert most tényleg azt látjuk, hogy akár csak egy pendrive-val elindulnak az éjszakába a DJ-k is, lenyomják a setlistet és kész is a buli, viszont gondolom azért nem, te nem így kezdted még akkor. Tudod, hogy mennyivel könnyebb ez? Például azóta nem fáj a derekam, amióta nem bakelit lemezeket hordozgatok. Hát nem bakelit elkezdtem, én még annál is hamarabb indultam magnó kazettákról, és ceruzával tekergettük vissza időnként, mert az első bulikat például egyetlen egy darab magnetofon lejátszóval csináltuk, és hát ott voltak problémák, persze ott a számok sorrendje is hát nyilván meghatározott volt. Suliba kezdtem el egyébként, ahol általában a többi kollega is. Gondolom, akkor te voltál a legmenőbb a suliban. Mondjuk igen. Elég meghatározó arc voltam. Igen, és jöttek a sikerek, tehát nyilván ott voltak feedbackek, visszajelzések, és jó volt maga buli, és miközben mondjuk a zongorista karrierem az így ment lefelé, mert már ugye egyre kevésbé foglalkoztam velem. A diszkós meg jött felfelé, mert hát az meg tök jól ment. Közben voltam katona, és aztán amikor leszereltem, akkor onnantól számítom magamat profinak, mert onnan élek csak ebből, kizárólag csak zenélésből. Tehát diszkózásból és rádiózásból. És mi a helyzet most a kenyeres kosarakkal? Ja, a kenyeres kosarakkal. Azok kiürültek a lakásból, házból? Ugye ez úgy nézett ki, hát most igen, eladtam már minden bakelit lemezemet, és egyébként ennyit tartottam meg, ezek úgynevezett picture diszkek, ezeket én játszottam annak idején, nagyon jól szóltak, de ugye egyértelműen azért picture disk, mert képek vannak rájuk nyomtatva valamiféle technikával. Elképesztő Kylie Minogue. Nagyon jól néz ki a Kylie Minogue-ot. Nagyon őrület. Igen. Szóval igen, tehát a kenyeres kosarakba hordtuk a bakelit lemezeket, nagyjából 200 darab fért be, az azt jelenti, hogy 2-3 kenyeres kosarat kellett cipelni. A derekamnak ez nem tett túlzott a jót, de azért annak egy teljesen más feelingje volt, meg ugye cipelni kellett a lemezjátszókat is, a bakelit lemezjátszókat. Tehát ez úgy nézett ki, hogy elmentem dolgozni valahova, és az egész kocsiba csak cucc volt, tehát mondjuk a csomagtartóba örültem, hogy befért mondjuk két kenyeres kosára, a hátsó ülésre a két lemezjátszó, keverőpult, meg mit hagytam ki? Mondjuk a harmadik kenyeres kosár. És akkor hát ez így nézett ki. És mondjuk a kombival kellett nyomulni. Hát nem, de túl sok ember nem tudott velem jönni bulizni, hogyha el akartak jönni, és mondjuk amikor ezeket a cuccokat hajnal 6-kor, 7-kor mondjuk föl kellett vinni a harmadik emeletre, az nem volt azért annyira kényelmes. Most egyszerűbb egy pendrive-val, ez tény. Annak idején legendás helyeken tudtál te zenélni. Milyen élményekkel gazdagodtál? Persze csak azokat mondjuk el, amik így publikusak. Persze, egyértelmű, átgondoltam azért én is ezt.
Az ezüstparti, illetve a siófoki két legendás szórakozó helyet, azt simán elmondhatom, mert hogy se a palac, se a flört már nincsen. Mind a kettőnek a rezidense voltam éveken keresztül a 90-es évek elején. Itt Budapesten, hát nem tudom, hogy kinek már mit mondanak ezek a nevek. High Life, anno Érden az Excalibur klubban kezdtem a bakelites pályafutásomat. Haligali, de gyakorlatilag így Budapesten a 90-es években az összes komolyabb klubot úgymond végigfutottam, és a 90-es évek közepén kezdtem el rádiózni is. Még az ősroxiba, ezt is elmondhatjuk, mert nem létezik már. Amíg felsoroltam most legendás klubokat, ami tényleg több generáció még most is tudja, ha nem is tudott akkor lejárni, hát értemszerűen, mert nem ért, vagy nem volt abban a korban, hogy lemenjen bulizni. Majd az utókor megítéli, hogy most vannak-e legendás helyek. Egyébként gyanítom, hogy olyanok már nem lesznek. Hát, a kérdés kicsit átrendezett. Na ez az, hogy a kérdés az erre vonatkozik, hogy azok a bulik, azok miben voltak mások? Hogyan buliztak akkor az emberek, és hogyan most? Hát nem biztos, hogy akarod tudni, hogy erről nekem mi a véleményem. Én de úgy disztingváltan elmondom. Tehát én mostanában nem azt érzem, hogy az emberek azért mennek el bulizni, hogy jól érezzék magukat. A kollégákkal ezt úgy szoktuk mondani, hogy elmennek azért, hogy úgy, de jó, hogy ilyen rosszul érezzük magunkat. Tehát nem, egy-két helyen van, ahol tényleg tök jó bulikat lehet csinálni, de nagyon sok olyan ember van, és ezt főleg a számkérőkből lehet leszűrni ezt a tapasztalatot, akik nem igazán oké, mert oda jönnek, kérnek számokat, általában én nem sokszor szoktam. Ez sokszor előfordul, mert én nagyon-nagyon idegesítő számkérő vagyok. Ezt nem szeretitek ti, nem? De én nagyon, én oda megyek és ordítok, hogy ezt a számot nem tudom. Körülbelül, hát már igen. Megvan az íve, tehát én építkezek, tehát nem, én nem egy-két órát szoktam játszani egy este, általában rezidens DJ vagyok, X helyen, és elkezdek valamit, és azt mondjuk befejezem, és ez egy 6-7 órás szett, és ez fel van építve, és nincs ismétlés. Tehát ez nem úgy néz ki, hogy Gipsz Jakab megérkezik, és akkor majd én így onnantól azt fogom játszani, amit ő akar, és ez sérelmezik, és nem értik meg. Egyébként engem ez nem érdekel, hogy ez legyen az ő problémája, csak látom a visszajelzésen, hogy mit gondol rólam, és ez azért annyira nem jó. De engem az érdekel, hogy az a tömeg, aki előttem van, az hogy érzi magát, és az valami egészen elképesztő energiákat ad, amikor jó buli van, tehát volt olyan főnököm, aki azt mondta, klub tulajdonos, hogy látom, mennyire élvezed a bulit, hogy látom, azért biztos ingyen is megcsinálnád. Tehát mondtam, hát azért ingyen nem csinálnám meg, de azért az tény, hogy ez egy nagyon nagy ajándék, amikor az ember azt csinálja, amit szeret. Na hát most egy ilyen kicsit pozitív kicsengése volt ennek, és nagyon remélem, mert majdnem minden ciklikus az életben, hogy visszatérünk ahhoz a fajta bulizáshoz, mint inkább ezzel a fancsali képpel számkérő. Igen, mostanában nincsenek nagy klubok Budapesten legalábbis. Ahogy szoktuk így mondani, idézőjelben kis kocsmák vannak, ami azt jelenti, hogy 100-200-300 ember, tehát egy 3-400 fős hely az már tök nagynak számít, és ott nem lehet olyan bulit csinálni, ez teljesen másképp kell az egészet felépíteni zeneileg, mint mondjuk adott esetben annak idején egy több ezer fős, 4-5 ezer fős buli. Tehát emlékszem, hogy Székesfehérvárra dolgoztam 91-ben, viszonylag kezdő lemezlovas voltam még akkora, ami a profi pályafutásomat hogy jövök ki ebből a mondatból? Na szóval egy-két éve diszkoztam csak bakelit lemezekről, és Székesfehérvárot a sportcsarnokból úgy beesett elém 4 ezer ember. Hát néztem. Azért az, ott azért az ember ilyen, az... Ilyen bulik ma már nincsenek, az ilyenek biztos. Ilyenek nincsenek, igen. Hú, hát ezt egyébként legalább még 3-4 részt hozzácsapnánk ez a beszélgetéshez, mert lehetne folytani, de ennek sajnos most itt véget kell vetni, viszont nagyon köszönjük, hogy itt voltál. Én is köszönöm, hogy elhoztad a gyűjteményt is.